Az Árszenyély atya napjaink ortodox világának egyik legnépszerűbb spirituális könyve. A kötet az 1894-1975 között élt ortodox szerzetes pap élettörténetét meséli el saját, illetve lelki gyermekeinek visszaemlékezései alapján. Az eredetileg művészettörténészként dolgozó tudós mintegy 20 évet töltött büntetőtáborokban, ahol társainak vigasztalója, segítője lett. A művet a magyar széken működő sarutlan kármelita nővérek találták meg. A könyv szamizdat kiadások után 1998-ban jelent meg oroszul, majd több nyelvre is lefordították. A könyvbemutatón Kocsis Fülöp, a hajdudorogi főegyházmegye metropolitája elmondta, Árszenyély atya története hitet ébreszt az olvasókban, a szomszédunkban zajló háború következtében pedig kettős üzenete van. Biztos vagyok abban, hogy most ennek különös jelentősége is van, hogy a szenvedés közepette lehet és fontos, itt azt mondom, az egyetlen mentség kimondom, az Istenbe kapaszkodni. Ezért érzem azt, hogy mondani gondviselésszerű, hogy sajnos háború kirobbanása és a mostani hatása mellett, vagy ugyanezzel az egy időben ez a könyv megjelent, amelyet Oroszországban már régen kiadtak, most készült el a fordítása. Hát, ha segíteni fog sok embernek ez a könyv abban, hogy a szenvedésről egy kicsit másképpen gondolkodjék, a saját szenvedéséről és más emberek szenvedéséről is. A kötet fordítója Lacházi Aranka, az ELTE Szlávfilológiai Intézetének tanára, aki általában kortárs irodalmi alkotásokat ültet át magyar nyelvre. A műfordító a két köteten egy éven keresztül dolgozott. Elég messziről érkeztem ez a könyvhöz, nem egészen az én világom ez a spirituális világ, tehát nagyon nagy kihívás volt, de nagyon szép kihívás ráhangolódni erre a szövegre, és ugye, ahogy egyre haladtam a szöveggel, egyre jobban sikerült ez a ráhangolódás. Nagyon sok mindennek utána kellett néznem, természetesen nagyon ugye, gazdag a szöveg különböző idézetekben, szentírásból, imádságokkal van tele. Tehát ezeket mind pontosan idézni a megfelelő formában, ez is egy elvárás egy fordítással kapcsolatban. A beszélgetésen a főiskola rektora kiemelte, a kötet nem csak hívőknek szól. De tudom azt, hogy nagyon sokan nyomasztónak tartják az ilyen jellegű könyveket vagy filmeket. És talán ez az első olyan könyv, amit sokan úgy vesznek kezükbe, hogy nem levert érzés vesz rajtuk erőt, amikor a végére jutnak, hanem igazából megkönnyebbülnek, hogy a lelküket valahogy fölemeli ez a könyv, akár vallásosak, akár nem. Ezért gondoltuk azt, hogy ezt a könyvet népszerűsítenünk kell. A bemutató ötletgazdája és moderátora Pregicel Fruzsina a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művésze volt, aki elmondta, személyesen is érintett a történetben, hiszen édesapja 8 évet töltött a gulágon.